nyár, hőingadozás nehezíti a mindennapokat. Jó a termés és a mennyiség is, bizakodóak a dinnyetermelők idén. Ingyen strandolnak az ovisok, nagy beruházás várható a Békési fürdőben a közeljövőben. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Szinte naponta változik az időjárás ezen a nyáron, a lakosság jelentős része pedig megérzi ezeket a változásokat. A szakemberek szerint a frontérzékenyek, illetve a veszélyeztetettek jobb, ha óvatosak ezekben a napokban. Az idei nyár nem telik zavartalanul abból a szempontból, hogy szinte napról napra változik az időjárás. Egyik nap szaharai hőség van, máskor pedig esernyővel, illetve esőkabáttal érdemes elindulni otthonról. Dr. Sonkai Iván házi orvos szerint a hirtelen hőmérsékletingadozás komoly hatásokkal lehet az emberi szervezetre. A szervezet optimális működését különböző alkalmazkodási mechanizmusok biztosítják, hogyha ezek az alkalmazkodási mechanizmusok károsodnak, sérülnek, vagy extrém fizikai környezet alakul ki, nagy meleg, nagy hideg, vagy változékony időjárás, akkor ezek megviselik a szervezet alkalmazkodó képességét, mechanizmusait. A házi orvos szerint mindenki másképp reagál a változásokra. A frontérzékenyeket fokozottabban érinti akár egy gyors lehűlés, akár a hirtelen forróság. Dr. Sonkai Iván arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyorsan megérkező hőség esetén leeshet a vérnyomás, kitágulhatnak az erek, szaporává válhat a pulzus, a nem megfelelő bevitel miatt só, illetve folyadékhiány állhat elő, ez pedig kiszáradáshoz, ájuláshoz vezethet. A nyári hőséget mindenki másképp vészeli át. A strand, a Balaton vize, a Duna vize, ott, ahol lehet egyáltalán csónakázni, vagy úszni, vagy a Velencei tó. Sok folyadékhűtés, tarkóra fejre, stb. Vagy átsétálni legyen szöszmöszölön. Egészséges életmód. A következő napokban marad a túlnyomóan napos időjárás. 31 fok alá nem esik nappal a hőmérséklet. Továbbra is igényelhetik a legfeljebb havi 40 ezer forintos bölcsődei támogatást a munkába visszatérő kisgyermekes szülők a Magyar Államkincstárnál. A támogatásra azok a szülők pályázhatnak, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, gyermekük után családtámogatásban részesültek, és nem önkormányzati bölcsödében helyezik el 3 év alatti gyermeküket, valamint az igénylést követően újra dolgozni kezdenek. A kincstár havonta utalja a bölcsődei támogatást a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig. A MÁK erre a célra eddig több mint 700 millió forintot folyósított a családoknak, és több mint 3800 szülő pályázata kapott pozitív elbírálást. Magyarország a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban létrejött projektre csaknem 5 milliárd forintot kapott az Európai Uniótól. Javában zajlik a dinnye szezon hazánkban. Az elmúlt évekhez képest országos kitekintésben a termőterület csökkent, a termelt mennyiség azonban nem. A gazdák becslése alapján mintegy 150 ezer tonna termésre számítanak, amelynek 2/3-át itthon, 1/3-át külföldön értékesítik. Július közepén kezdődött el a dinnye szezon idehaza, ekkorra érett be a termés elsőként Békés megyében. A Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke elmondta, a kiváló minőségű dinnyékkel a hazai áruházláncokat és a belföldi piacot is probléma nélkül ellátják. Ám mielőtt a polcokra kerülne a mézédes hazai, azelőtt jelölő címkékkel különböztetik meg azokat a külföldi áruktól. A fogyasztói kéréseknek eleget téve, ugye elhangzott a sok rengeteg kérdés, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az igazi jó árut a silányabb minőségűtől, vagy pedig a magyar árut az import árutól. Az Egyesület ebből kiindulva alkotta meg azt a jelölő matricát, amelyet most már negyedik éve a Magyar Dinnyetermelő Egyesület tagjai alkalmaznak és használnak a dinnyéjükön. Vásárlás előtti kopogtatás az így szól. Megközelítőleg egyforma hangja van a termésnek. Moknás György dinnyetermelő éppen azt a praktikát mutatja, amellyel a vásárlók megtalálhatják a finom dinnyét a Békés-Csabai piacon.
A termelő elmondta, a dinnyéket érdemes állandó hőmérsékleten tárolni egészen a felvágásig. Arról is beszélt, hogy akik fél vagy negyed dinnyét vásárolnak, a hús szerkezet színét vegyék szemügyre. És azok a vevők, ugye nyilván akik úgy szeretnének maguknak vásárolni frissen szelt görög dinnyét holnapra, azoknak mindenféleképpen azt kell figyelembe venni, és azt figyeljék meg, hogy a hús színe minél lazább szerkezetű legyen. Én nekem ez a tapasztalatom. A szakemberek bizakodóak, hiszen a dinnye minőségét és mennyiségét tekintve is jó évet zárhatnak majd. A termelők mindegy 150 ezer tonna termésre számítanak, és akár szeptember közepéig is kitolhatják az idei szezont. A júniusi és a júliusi csapadékmentes időjárás ellenére is elfogadható lesz az idei kukoricatermés, fogalmazott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnöke. Bozó József kiemelte, hogy a napraforgó esetében ugyan nem tapasztalható a kukoricához hasonló aszálykár, de a gazdák rekordtermésre így sem számíthatnak. Tehát egymás mellett lévő két kukoricaszáron egy nagyon gyenge, rövid kis cső, aminek egy harmada be se porzott, tehát ott szem nem képződik. Viszont mellette meg egy kimondottan gyönyörű, nagyméretű, teljes, tömött, és ezen például nem látszik az a száj. Sajnos az időjárás ez nagyon befolyásolta, ugyanis május végét, június elejét számottevő csapadék nem volt itt Békés megyébe. Településeken is úgy volt, hogy az északi része kapott 40-50 mm, a déli semmit. Na most fantasztikus növény ez a napraforgó, vagy a kukorica, ez egy meleg égövi, de amit kibírt, hogy júniusban, júliusban 38-40 fokos aszályba, és még mindig mutat elfogadható termésre utaló csöveket, de sajnos van, ahol egész rövid, pici, keskeny, félig van megtelítődve a cső, de mellette a következő táblában viszont hatalmas, normális méretű csövek színülték telítődve, és nem aszalodott meg. Tehát nagyon, nagyon változó a kép. A megyéknél is a déli rész, északi rész, keleti rész, hol kapott esőt, vagy például ugye Magyarországon a Dunántúl, a Duna mellett sokkal több csapadék volt, mint erre kelet részen, főleg ez a délkeleti rész, ez meg nagyon kevés csapadékot kapott. Mindenféleképpen a talajnek a minősége, talajmunka, vetőmag. Itt a vetőmagnál még azt meg lehet, hogy a korai vetések, az április elejé, március végi, vagy az április 15-20-ai vetés, az is külön képet mutatott, valamint a növényápolás, tápanyag, meg a genetika. Tehát az a fajta, ez most ebbe az időjárásba nagyon ki fog domborulni, hogy a jövőt illetőleg mutat egy támpontot, hogy milyen fajtát, milyen érésű, tehát közepes, korai vagy késői fajtát vessenek a gazdák. Találgatások vannak, hát sajnos lesznek 50-60 mázsás termések, lehet, hogy lesznek 80-100 mázsás is, de most nagyon mértéktartók vagyunk, nem tudjuk. Nem tudjuk épp amiatt, mert annyira szélsőséges minden, amit felsoroltam. Főleg ott, ahol ilyen 15-20 aranykoronás földek vannak, vagy esetleg egy ilyen homokosabb, lazább, ott meg aztán végkép. Nincs semmi, ami megtartja azt a nedvességet a talajba. A fekete kötötte földeknél talán a víz megtartó képessége jobb, és ott talán többet bírt a növény magához venni. Meg hát a másik az, ami nagyon a talajvíz mélysége, tehát a talajvíz, amiről beszélünk. Így gyönyörű, nagyon szép tányér, szinte teljesen telítődött. Talán a kettősség nem olyan mértékű, mint a kukoricánál, tehát a napraforgó az mintha nem látszana olyan mértékű aszálykár, mint a kukoricánál,
de ott se lesznek kimagasló rekordtermések, ez már biztos. Tehát azért a napraforgó se bírja ki ezt a két havi hatalmas légköri aszályt. Mások az élettani tulajdonságai, egy kisebb, rövidebb növény a tányért hozza ki. Most már kezd ugye alulról felszáradni, ő egy hamarabb betakarításra fog kerülni. Ingyen strandolási lehetőséget biztosított a békési önkormányzat a napközi ellátásban részesülő óvisoknak a helyi fürdőben. Kálmán Tibor bejelentette, hogy a közeljövőben bővülnek a lehetőségek a fürdőben, hiszen új élménymedence várja majd a látogatókat. A nagy hőségre való tekintettel a békési önkormányzat úgy döntött, hogy egy kis örömöt okoz a város óvodásainak, illetve dolgozóinak, és ingyenes strandolási lehetőséget biztosít számukra a fürdőben. És mit szeretsz a strandban a legjobban? Az, hogy sokat tudok fürdeni. És ezen a strandon mi a legjobb szerinted? A csúszda meg, hogy itt van a legjobb, itt van a összes víz. Meg azt szeretem, hogy itt lesz csak azt csúszni. Sokszor voltam, hát az, hogy én is a csúszdát szeretem, meg szeretek játszani folyton itten. A polgármester elmondta, hogy az ingyen strandolási lehetőség nem csak az önkormányzati fenntartású óvodáknak szól, hanem a város összes nevelési intézményének felajánlották, akik élnek is a lehetőséggel. Kálmán Tibor bejelentette, hogy egy újabb medencével is bővülhet a fürdő a közeljövőben. Nagy fejlesztés előtt állunk reményeim szerint, jelenleg éppen a tervek készülnek azzal kapcsolatban, hogy itt a hátam mögött majd egy olyan élménymedence valósuljon meg, ami egy új színfont lesz a városunkban, de így a város környékének is, illetve szálloda is épülni fog itt a Muszonda területén. És ezzel majd az elkövetkező években nagyon lépünk még előre a szolgáltatások tekintetében. A városvezető azt is kiemelte, hogy ha valaki nem a mesterséges medence híve, hanem a természetes vízre vágyik, azok számára megfelelő kikapcsolódást nyújt a közelmúltban felújított dánfoki üdülőközpont, ahol a pihenésre vágyók a kettős körös vizét élvezhetik. A Magyar Pszichiátriai Társaság életműdíjával tüntették ki dr. Vince Gábort. A professzor több fronton képviseli magát a szakmában, hiszen a Békés-megyei Központi Kórház gyulai pszichiátriai osztályának főorvosa, a Magyar Orvosi Kamara megyei elnöke, a Gál Ferenc Egyetem egészség- és szociális tudományi karának dékánja, valamint a Magyar Pszichiátriai Társaság regionális elnöke. Dr. Vince Gábor a 7.tv aktuális című magazinjában elmondta, hogy a szakmában töltött első perctől kezdve nem dolgozik, hanem azt teszi, amit szeret. A teljes beszélgetést kedd este 19 óra 20 perctől láthatják nézőink a 7.tv-n. A mindennapi betegellátás során, a kollégák tanítása során, az oktatások, tudományos munkákban én mindig szórakozást is találtam. Tehát én azt hiszem, hogy azért vagyok képes most is annyit dolgozni, amennyit az időm engedi, mert számomra a munka sosem volt munka. Imádom csinálni a szakmát, a kollégákat, a betegeket. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!